A Himesházi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola oktató munkájának kiemelt területe a német nemzetiségi nyelv oktatása. A tehetséges diákokat német versenyekre készítik fel, valamint lehetőségük van német néptáncot tanulni, fellépni, versenyezni. A harmonika tagozatos növendékek országos versenyekre is eljutnak. 17 éve tanítok itt az iskolában, és hát azok a növendékek, akik kijárták a zeneiskolát, azokat szerettem volna továbbra is megtartani itt a harmonikázás a zene mellett, és akkor őket megtartva alakítottuk ezt a kis zenekart. Itt közben be tudtam építeni a zenekarba olyanokat is, akik jelenleg is az iskola tanulói, és vannak olyanok is, akik már kijárták a zeneiskolát, és ők még akkor mindig velünk tartanak és velünk játszanak. Ezen a környéken, illetve itt Himesházán is kifejezetten népszerű hangszer a harmonika. Egyrészt a nemzetiségi zenék játszása miatt, említettem Himesházán a svábságot, de azért a környéken itt vannak más nemzetiség, akik nagyon előszeretettel használják, úgyhogy a gyerekek lépten nyomon, ahova mennek kulturális rendezvényekre, ott láthatnak harmonikát és ismerik a hangszert, úgyhogy igen, népszerű nálunk. Apukámmal beszélgettünk, és semmiből igazából hazafele a kocsiba döntöttük el, hogy én harmonikázni fogok. Ő ismerte már az Ervin bácsit, és akkor így jöttem hozzá. 4 éve kezdtük ugyanezzel a felállással a zenekari játékot. Akkor még nem voltak annyi fellépések, de most egyre több van szerencsére. Sváb táncolok, én Béménnel lakom, és ott van egy táncsoport, amit kísérek is ugyanúgy, és ott tartjuk a hagyományokat leginkább. Hát én most letértem a harmonikás útról egy kicsit, mert a művészetiben voltam harmonikán, de most más egyetemre mentem, de ugyanúgy folytatom a zenekart, és tanítgatok is néhány helyen. Úgy körülbelül 3 éve kért fel Ervin bácsi, hogy énekeljek a zenekarral. Hát az az igazság, hogy elsősorban most a tanulásra koncentrálok, tehát így a célokat még nem nagyon tűztem ki az énekléssel kapcsolatban, de nyilván szeretném folytatni ezt a zenekarral is, meg külön kórusokkal, meg egyénileg is. Hát anyukám részéről is van sváb gyökereim, vannak sváb gyökereim, és apukám részéről is, de vannak székely gyökereim is, úgyhogy inkább ilyen keveredés van. Hát ugye a legelső szereplésünk az egy nemzetiségi szereplés volt, ott kifejezetten sváb és német dalokat, táncokat, zenéket játszottunk. Aztán sokszor fellépünk iskolai rendezvényeken is, főleg itt a karácsony advent táján, úgyhogy erre is van repertoárunk. És amióta belépett a Hanna a zenekarba, és énekesnünk is van, azóta például filmzenékkel is színesítjük a műsorunkat, hogy esetlegesen többféle rendezvényen is részt tudjunk venni. Azért még mindig a sváb zene dominál a kis zenekarunkban. Abból van a legtöbb számunk, illetve a fellépéseink zöme is azért onnan jön, de igyekszünk mindenféle repertoárt, hiszen a harmonika ez egy sokoldalú hangszer, és ezt szeretnénk be is mutatni majd a szerepléseinken. Bővíteni szeretném majd idővel a kis csapatot, hiszen ahogy a gyerekek ugye kinőtték magukat, hogy ide tudjanak becsatlakozni, úgy idővel lesznek majd olyan, akik még most az iskolába, a zeneiskolába járnak, akik ma nagyobbak lesznek, és már esetleg ők is kijárják a zeneiskolát, akkor ők is be tudnak csatlakozni, de ahogy elérik azt a tudásszintet, hogy azért itt nyilván ők nagyobbak, és már könnyebben tudnak kottáról játszani, úgymond lapról játszani, hogy eléjük teszek egy kottát, azt nagyjából akkor le is tudják játszani. Amint elérik ezt a szintet, akkor már próbálok több gyereket is becsatlakoztatni, illetve beépíteni így a zenekarba. Nálunk nagyon erősek a hagyományok. Én gyerekkorom óta úgy nőttem fel, hogy ezeket a hagyományokat láttam, tapasztaltam nagyszülőktől,
láttuk, miket csinálnak, miket énekelnek, milyen táncokat táncolnak, stb. Úgyhogy nálunk ez hála Istennek megvan, ezt próbáljuk továbbadni mi is a gyerekeknek.